1969. augusztus 1-én nyilvánították másodjára is várossá Máté Szalkát, melynek 50. évfordulójára rendezett ünnepségen Hanusi Péter, a város polgármestere megemlékezett a település hosszú útjáról, amely alatt mezővárosi, megyeszékhely, majd ismét városi rangot kapott Máté Szalka, a fényvárosa. Büszkék vagyunk Máté Szalkára, a fényvárosára. A mai Magyarországon először 1888-ban New York-kal egy időben, Párizs után 2 évvel, és a főváros Budapestet 5 évvel megelőzve Máté Szalkán gyulladt ki az elektromos közvilágítás a Kossuth utcán. Ezt ünnepeljük minden esztendő utolsó augusztus hétvégén, a fényes napokon. A városnapon ünnepi beszédet mondott Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki hangsúlyozta, Máté Szalka összetartó helyi közösség, akiket a szalkai érzés tart egyben. Ez az érzés az kiteljesedik az iskolánkra, hiszen Máté Szalka iskolaváros. Terjeszkedik az egészségügyben, hiszen Máté Szalkán van a környék egyik és a megye egyik legnagyobb kórháza. És kiterjeszkedik mindabban, amit már említettünk, az ipari centrumként, hiszen sok-sok ezer munkahelyet ad a környéknek, nem csak Máté Szalkának, tehát azt a fajta centrum szerepet is végzi, amit egy ilyen második legnagyobb városnak, 18.000-es városnak a 21. században kell. Az országgyűlés elnöke is részt vett a várossá válás 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Beszédében elmondta, a 2010 óta eltelt években Magyarország a felemelkedés korszakát éli, demokratikus módon visszatudta szerezni és meg tudta őrizni szabadságát, értékeit, érdekeit védendő cselekvőképességét, azaz a magyar állam demokratikus szuverenitását. A június végén a keleti országrészen pusztító vihart felidézve a házelnök arról beszélt, hogy a természeti csapás felszínre hozta a jót is, és megerősítette ennek a városnak a közösségét, akik pedig ebben részt vettek, nem fogják elfelejteni ezt az összefogást. Kövér László szerint a jövőben ugyanerre az összefogásra van szükségük a magyar és az európai embereknek a várható természeti és nem természeti csapásokkal szemben, amelyeket azonban közösségi összefogással, keresztény lélekkel, józan észsel és magyar öntudattal mindig el lehet majd hárítani. Nem a természet, hanem a politika részéről fenyegető veszélyeket jelentenek ma mindazok a törekvések, amelyek az európai és a magyar embert el akarják szakítani szülőföldjétől, nemzetétől, vallásától, családjától, sőt férfi vagy női mi voltától is. Tennék mindezt azok a érdekcsoportok, amelyek elég hatalmat és gátlástalanságot éreznek magukban ahhoz, hogy a 21. században az európai embertársaikat úgy uralják és fosszák ki, hogy azoknak nem a szülőföldjét, hanem a tudatát foglalják el. Nem természeti, hanem politikai csapás az a terv, amelyel Európát és benne Magyarországot idegen kultúrájú tömegek bevándoroltatásával akarják önazonosságától, szuverenitásától megfosztani, értékeinek és érdekeinek megvédésére képtelen állapotba taszítani. Mi magyarok nem fogjuk engedni, hogy Magyarország áldozattá váljon. Szövetségeseinkkel együtt erőnközmérten mindent meg fogunk tenni azért is, hogy Európa is elkerülje a végzetét, hogy kontinensünk a jövőben biztonságot, jólétet és méltóságot biztosító otthona maradjon minden európai embernek. A házelnök hozzátette, hosszú és szép út áll előttünk a magyar felemelkedés útján, amely azonban sok munkát és erőfeszítést követel, melyen közösen, együttes erővel végighaladva szabad emberként tudjuk építeni a jövőnket, a nemzetközösségünk jövőjét.